Feltehetnék néhány olyan kérdést, ami döntően az igazságszolgáltatás felülvizsgálata, általános felülvizsgálata szerint itt tesz jellegű kérdések. Ön igazságos embernek tartja magát? Persze. És ha helyrehozhatna három igazságtalanságot Magyarországon, melyek lennének azok? Ne politizáljunk. Ja, nem, semmiféle politikát nem akarunk, és ez nem az ön irányába irányuló kérdések, ezek mindenkire, akivel beszéltünk az utca emberével, tehát hogyha helyrehozhatna három igazságtalanságot Magyarországon, akkor melyek lennének? Mivel most rendőr vagyok és dolgozom, így ezekre nem tudok válaszolni, mert politizálnék. Ez is egy válasz volt. És ön szerint mindenkit egyformán véd a törvény Magyarországon? Nem. Mert? Megint csak politizálnék. Önöket nem? És ha nem, akkor kik vannak hátrányban, vagy kik a kiváltságosok? Kiváltságosok. Nem, ez így nem jó így egyenruhában. Szóval, hogyha gondolja, hogyha végeztem átöltözök civilben is, akkor egy kávé vagy egy sör mellett. És akkor amit gondol? Hánykor végez? 8-kor. És tényleg akkor este 8-kor egy kávé mellett hajlandó válaszolni a kérdésekre? Akkor 7-kor. Akkor hogy legyen? Mert ezek nem olyan kérdések, csak hát tudom, hogy így egyenruhában nem lehet úgy válaszolni. A gondolja, visszajövünk, és akkor hánykor találkozunk? Hát ezek olyan kérdések, amiket meg kell gondolni, hogy hová megy ki ez a hír, mert hát a rendszer az mindenkinek ismerős. És hát nekünk is van egy rendszerünk. Mi nem akarunk visszaélni az információkat, igazából mi csak keressük az. Az a helyzet, hogy rendőrként nem válaszol. Így van, és nem azért nem válaszoltuk, mert szolgálati titkot vagy államtitkot árulnék el, egyszerűen csak nem nyilváníthatok véleményt az aktuális politikára. Az én apukám is rendőr volt. Most mondok egy példát, egy olyan példát, hogy jelen esetben a baloldali kormánypártokat, volt kormánypártokat nyugodtan tudnám szívni, mert engem baj nem érhet. Viszont ha a jobb oldalt, akkor rosszul járnék, sőt, talán ki is rúgnának. Mit sportol? Versenytáncoltam egy ideig. Ha lehetne 10 tipp, hát erre soha nem gondoltam volna. Táncművészeti főiskolát is végeztem. Tényleg? De hát annak már vége. Nem láttam benne az életpályát. Hát akkor este 8-kor.